Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, akik itt voltatok fájdalmas anya ünnepén, hétközben, a szerdára eső ünnepen, emlékezhettek az elmélkedésben elhangzott egy kérdés. Hány fájdalma van egy édesanyának? Tudnátok rá válaszolni? Biztos, hogy többnyire az itt jelenlévők közül, akiket mindenkit szeretettel köszöntünk a Szalkai templomban, órákat tudnátok beszélni arról, hogy hány fájdalma van egy édesanyának. A szűzanyára úgy mondjuk, 7 fájdalmú, de neki se csak 7 volt. Azt a 7-et a Szentírás kiemeli, de tudjuk, hogy egy egész élet, az a pár évtized, amit itt töltünk a Földön, bőven tele van nem csak rózsákkal, hanem tövisekkel is. És mindig, amikor eljövünk a Szent Misére, azért is imádkozzuk a Szent Mise imáit, ajánljuk föl szándékainkat, hogy ne csak a rózsa illatát érezzük az életünkben, hanem a töviseket is tudjuk kezelni. Szent Mise kezdetén tekintsünk magunkba, s valljuk meg Isten előtt, hogy vétkeztünk. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Uram, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Dicsőség a magasságban Istennek, nagy dicsőséged.
Könyörögjünk. Mennyei atyánk, te az Isten és ember szeretet parancsában foglaltad össze szent törvényedet. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. A gonoszok így beszélnek az igaz emberről. Lássuk hát, igazak-e beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut. Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten az ő pártjára kell, és kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk őt, hogy megismerjük szelídségét, és kipróbáljuk türelmét. Ítéljük gyalázatos halálra, hiszen azt mondta, ő Isten oltalmában részesül. Ez az Isten igéje. Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. Istenem, szent nevedért védj meg engem, szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal. Halld meg könyörgésemet, Istenem, hajlítsd füledet ajkam szavára. Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. Mert idegenek keltek föl ellenem, a hatalmasok életemre törtek, és nem tartották Istent szemük előtt. Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. De
íme Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. Áldozatomat szívesen meghozom, magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy. Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. Szent Lecke Szent Jakab leveléből. Szeretteim, ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitvánság. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek. Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nem de onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban? Kívántok valamit, és nincs benne részetek. Öltök és irigykedtek, de semmit sem tudtok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nincs semmitek, mert nem kértek. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek, azért, hogy bűnös vágyatokban elpazaroljátok. Ez az Isten igéje. Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán, de Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: az ember fiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad. Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni. Ezután Kafarnaumba értek, és amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: miről vitatkoztatok az úton? Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívta a 12-t, és így szólt: ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája. Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi. Amen.
Krisztusban, kedves testvéreim! Személyes életünkben, családjaink életében, de a nemzetek életében is vannak olyan események, amikre jó visszagondolni, amikről még az idő múltán is erőt tudunk meríteni. Amik olyan nyomot hagynak a lelkünkben, hogy mindig szívesen gondolunk rájuk, beszélünk róluk, és ismétlem erőt merítünk belőlük. Hát a héten nem győztem olvasni a visszaemlékezéseket az eukarisztikus kongresszusra, ami ugye elmúlt vasárnapon a Szent Atya által bemutatott szentmisével ért véget Budapesten, és különösen jó olvasni azok beszámolóit, visszaemlékezéseit, akik mint a kongresszus hírnökei szerepeltek, volt köztük ugye orvos, énekes, művész, lelkipásztor, színész, egy szóval mindenféle korosztályból, mindenféle hivatásból, foglalkozásból, és ha valaki akár egyet is elolvas ezek közül a visszaemlékezések közül, észre kell, hogy vegye, nem valami fellengzőség, hanem valóban az őszinte öröm, az őszinte szeretet, az őszinte hála szól ezekből a sorokból. Hát én nem a kongresszus egyik hírnökének, hanem egy soproni tanárembernek, dr. Kovács Andrásnak a visszaemlékezéséből olvasnék föl pár gondolatot. Őről a tudni kell, hogy hetente jelentett meg elmélkedéseket a Kisalföld című újságban, és ez alkalommal is megszólítja az olvasó közönséget, pont a mai evangéliumból kiindulva, de egyszer s mind visszaemlékezve az említett eseményre. A katolikus egyház egyetemessége kézzelfogható közelségbe került, amikor egy hétig Budapesten lüktetett a szíve. Úgy tűnt, mintha ezekben a napokban békejobbot nyújtott volna egymásnak kelet és nyugat. A különböző felekezetű keresztények közül pedig többen is őszinte nyitottsággal kapcsolódtak a világeseménybe. Jó volt látni a több százezres tömeget, amint békében együtt imádkoztak ismerősök ismeretlenek. Így vált megtapasztalhatóvá az eukarisztia, azaz az oltári szentség csodája, mert csodának lehettek tanúi, akik részt vettek, vagy a televízió segítségével követték az eseményeket, amint a méltatlan politikai csatározások és szélsőségesen provokatív fölvonulások, tüntetések helyszínévé züllesztett, jobb sorsra érdemes fővárost, megszentelte az imádkozó, hitüket megvalló, hívek szentséges körmenete. Mert erő sugárzott a tömegből, az Istennek kegyelmes, mindeneket megszentelő, egybegyűjtő és megújító ereje, mely másnap Ferenc pápát is megindította. A gátlástalan törtetés és nemtelen vetélkedések korában csak az alázatos, szolgáló elsőség és egység viheti előbbre a világot. Ezt az utolsó mondatot még egyszer felolvasnám. A gátlástalan törtetés és nemtelen vetélkedések korában csak az alázatos, szolgáló elsőség és egység viheti előbbre a világot. Alázat, szolgáló elsőség. Lehet elsőként szolgálni.
Milyen érdekes lehetett, amikor az Úr Jézus hazafelé tart az apostolokkal, és talán tanításának legkomolyabb tételeit kezdi nekik magyarázni, mármint hogy rövidesen szenvedni fog, a bűnösök kezére adják, megölik, de harmadnapra feltámad. A tanítványok meg, mintha nem érdekelné őket, egész mással vannak elfoglalva. Vitatkoznak. Azon vitatkoznak, hogy ki az első közülük, hogy ki a nagyobb. Az Úr Jézus előttük mehetett, vagy utánuk ballagott, csendben, imádkozva, elmélkedve. Ezt nem írja a Szentírás. Minden esetre, ahol Jézus ott van, ott nem maradt titokban semmi. Nagyon jól tudta ő, hogy miről vitatkoztak az úton, de azért kíváncsi volt arra, hogy vajon van-e bennük elég bátorság, hogy ők miről beszélgetnek az alatt, amíg ő a szenvedéséről kezd beszélni. Pőte Csaba testvér szavaival élve, van-e bennük elég kakaó ahhoz, hogy elmondják, Uram, komolytalanok voltunk. Te itt a szenvedésedről beszélsz, mi meg arról vitatkozunk, hogy melyikünk a kiváltságosabb, melyikünk a nagyobb. Nem tudom, megfigyeltétek-e testvéreim, Jézus nem az elsőséget kritizálja, nem azt akarja elvenni tőlük, hogy valaki első legyen, de ha már első akar lenni, akkor legyen úgy első, hogy van benne szeretet, van benne alázat, van benne nagy lelkűség, van benne szolgálatkészség. No, ezzel legyen valaki első. Milyen kérdéssel is kezdtük a mai Szent Misét? Hány fájdalma van egy édesanyának? Na és a mai evangéliumból kiindulva, mennyi szolgálatot tesz egy édesanya? Benyújtottam ám közületek valaha is a számlát a gyerekeinek, unokáinak, hogy nézd, én ezt tettem, érted, ennyivel tartozol nekem? Hát az igazi áldozatkész, nagy lelkű édesanya soha nem fog ilyet csinálni, hanem ő szolgáló szeretettel, alázattal fogja tenni a dolgát. Ő mindent megnemesít. Megnemesíti azt is, hogyha a családtagok éppen visszaélnek az ő szeretetével, visszaélnek az ő szolgálatával, és talán azt mondják ilyen mai szlenggel kifejezve, hát a muternak úgyis ez a dolga, nem kell félni semmit, ő megcsinálja nekünk, és megcsinálja helyettünk. Testvéreim, megcsinálja, megteszi nekünk, meg helyettünk is megteszi, és nagy lelkűen megteszi. No, de azért csak döbbenjen rá ám a környezet, hogy amit ő szeretetből és nagy lelkűen tesz, azzal példát is akar adni nekünk. Hogy mi, akik gyermekek, unokák vagyunk, igenis tőle tanuljuk meg a szolgáló szeretetet. Íme az Úr szolgálója, legyen nekem a te ígéd szerint. Hát nem, de Mária is így fejezte ki magát, amikor az angyali üdvözletkor Gábor angyal hírül adta, te leszel a megváltónak az édesanyja. Mindent megnemesíteni. Gondolnátok arra, hogy valamikor a perzsák, most nem tudom, több száz vagy több ezer évvel ezelőtt, a barack magjából mérget állítottak elő, és azt tették a nyílveszőik hegyére, hogy az ellenséget eltaláló nyílveszők még inkább hatásosak legyenek. Mi meg olyan ízletesen fogyasztjuk azt a rostos gyümölcsöt, a zamata, az illata, az íze, a mindene, és olvasni arról is, hogy a barack magjának milyen jótékony hatásai vannak,
És ismétlem, gondolhatunk mi arra, hogy régen, sok-sok évszázaddal ezelőtt mire használták föl? Meg nemesítették. Hát Jézus is meg akarja nemesíteni a sokszor méreggel, nem egyszer gyűlölettel, máskor hálátlansággal, és mi mindennel teli lévő szívünket, hogy úgy tudjuk azt továbbadni, ahogy azt egy kereszténynek tovább kell adnia. Az elmélkedés elején említett visszaemlékezésben, az utolsó mondatban ugye elhangzott, szolgáló szeretettel és alázattal visszük előbbre a világot. Mit mondhatnék az elmélkedés végére? Mennyei édesanyánk, járjon közben értünk, te ne feledjük akár naponta elismételni. Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint. Amen. Hiszek egy Istenben. Az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és örök életet. Imádkozzunk, testvéreim, hogy szelídség és alázatosság lakjék szívünkben. Add, Urunk, hogy egyházat pásztorai a szelíd és alázatos szívű Jézus példáját kövessék. Kérünk téged, hallgass meg minket. Távoztass el a nemzetek köréből minden ellenségeskedést és kíméletlen versengést. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szüntesd meg híveid körében az irigységet és az önzést. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy családjaink szeretettel fogadják el a gyermekeket, és keresztény bölcsességgel neveljék őket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, kérünk, sokat szenvedett híveidnek béketűrésük jutalmául az örök boldogságot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, mennyei atyánk, te a mindennapi élet megpróbáltatásaival is nevelsz bennünket. Add, hogy ezeket szelíd türelemmel vállaljuk, és így kövessük fiat példáját, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogad kegyesen néped adományait, hogy az üdvösséget, amelyet buzgó hittel vallunk, a szent áldozat erejéből elnyerjük, Krisztus ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő születésével újjáalkotta a régi embert, és szenvedésével minden bűnt eltörölt, majd feltámadásával megnyitotta az örök élet útját, és hozzád, Atyához az égbe szállva, kitárta a mennyország ajtaját. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, s néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és néked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és néked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva
hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket néked szentelt örök áldozattal, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Vilmos püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmassan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével, legyen békesség köztünk mindenkor.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlék, hanem csak egy szóval mond, és nem
Könyörögjünk. Szentségeiddel erősítesz minket, Istenünk, támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét a szent áldozásban is és keresztény életünkben is elnyerjük, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Érdekesség még, hogy a szlovák püspökök a tegnapi napon adtak hálát a Szentatya itteni látogatásáért, hát nem is gondolnátok, hogy hol. Az egyik legismertebb magyarországi búcsújáró helyen, Mátraverebély Szentkúton. Ott volt tegnap délelőtt 11 órakor ünnepi szentmise, amit a pozsonyi érsek Stanislav Zvolenszky mutatott be, és hát adott hálát az ott jelenlévőkkel a Szentatya látogatásáért. Persze számunkra nem kevésbé jelentős esemény volt ugye Alsóbodokon, tegnap délután 3 órakor, ahol nem csak Eszterházy János vértanúságát emelték ki, hanem, és ez köszönve Orosz János atya igazán magyaros prédikációjának, Salkaházy Sáráról is szó volt, és természetesen a szentmise elején megemlékeztek a nemrégen elhunyt Karaffa János atyáról, aki az Eszterházy ügynek is nagy támogatója volt, és fiatalon, 48 évesen költözött az örökké valóságba. Ki a betyár? Ki a szent? Magyar honban ki a szent? Ha a mérték tönkre ment, senki, semmi meg nem ment. Mécs László szavai ezek, testvéreim, és hát a mértékről a mai evangéliumban és elmélkedésben is szó volt, sok összetevője van a krisztusi mértéknek, de amint hallottuk, vigyük haza magunkkal az alázatot, a szelídséget, a szolgálatkészséget, a nagy lelkűséget. Ebben kísérjen mindannyiunkat az Anya Szent Egyház áldása. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Börtönbe zár, a hűtlenség kívül.
vígyója szívünkre vár, erőtlen gyermeket hozzád jár, ne hagyj el, jöjj, segíts már! Gyászba borult egek, háborgó tengerek, csillaga Mária, csillaga Mária. Hozzád fohászkodunk, felé csuhájtozunk,
szeplőtlen szűzanya. Szeplőtlen szűzanya, süvöltő felhők közt, nyugodtan tündököz, tiszta szép csillagunk, tiszta szép csillagunk. Még hazánk hajóját viharok csapkodják, hozzád sír, jaj, szavunk, hozzád sír, jaj, szavunk. Boldog asszony anyánk, menyei pátronánk, légy velünk, sok kiáltásunkra, siess oltalmunkra, ha nem jössz, elveszünk, ha nem jössz, elveszünk. Jó szűzanyánk, alázatos hittel, jöttünk hozzád buzgó könyörgéssel. Szép hazánkért esd el a szívünk, hallgass meg, ó, könyörögve kérünk. Ó nagyasszony, magyar népnek anyja, ments meg újra, még egyszer, jó anya, legyen egyszer újra magyar ünnep. Édesanyánk, vezess hozzád minket. Szent királyunk, minket reád bízott, de a magyar hitében megingott, legyen egyszer újra magyar ünnep. Jó szűzanyánk, fődd be a bűnünket, irgalomért szívvel esedezünk, szent kezedbe egy nemzetet teszünk. Legyen egyszer újra magyar ünnep. Édesanyánk, tiéd ez a nemzet. A magyar nép engesztelni akar, jó illattal téged megvigasztal. Lesz még egyszer újra magyar ünnep, mert megmentett a mi nemzetünket. Boldog nemzet, mint ki Máriájé, tiéd vagyunk mi most már örökké. Így lesz mindig boldog magyar ünnep, mert szívedben őrzöd ezt a népet. Szent Istvánunk, ajánlj fel most újra, te szabadra
eltűnik bűn foltja, legyen égben, földön örök ünnep. Jó szűz anyánk, lemosta bűnünket, megköszöntjük szűz anyánk szívedet, vedd cserébe a mi életünket, magyar népét mindent felajánlunk, csak szívedben örök helyet kapjunk. Lőrinc csarolta Aranka, menj, fiam, menj! Menj, fiam, menj! Ne tántorítson a kísértő, gyötrő gondolat, hogy elutasítanak, és hiába hull drága véred. Én, anyát küldelek, édes. A szenvedés szükséges. Ha meg is tagadnak téged, hulló vércseppjeit kiáltják. Ember, ne félj! Jön a megváltás. Menj, fiam, menj! Mesztelen hátad ostorral csapják, véres szafatokban húsot koncként az ebeknek adják. Kínzó fájdalmak csúcsán nem lesz hiába szenvedésed. Ha meg is tagadnak téged, hulló vércseppjeit kiáltják. Ember, ne félj, jön a megváltás. Menj, fiam, menj! Tövis koronát nyomnak fejedre, bíborpalást a testedre. Gúnyolnak, vernek, arcul is köpnek. Kínzó fájdalmak csúcsán mégsem lesz hiába szenvedésed, ha meg is tagadnak téged. Hulló vércseppjeit kiáltják. Ember, ne félj, jön a megváltás. Menj, fiam, menj. Keresztnek súlyát válladra rakják. Löknek, vonszolnak, szenvedés útján arcodról vércseppek hullanak a porba. Veronika kendőjét nyújtja. Ha meg is tagadnak téged, mégsem lesz hiába szenvedésed. Hulló vércseppjeit kiáltják, ember, ne félj, jön a megváltás. Menj, fiam, menj, a Golgota csúcsán kereszted áll már. Kezedbe, lábadba szegeket vernek, ég s föld között haldoklik tested. Állok a kereszt alatt kínban. Jánost adod bennem bízva. Mégsem lesz hiába szenvedésed, hulló vércseppjeit kiáltják. Ember, ne félj, jön a megváltás. Fiam, roncsolt szent tested már az enyém. Visznek csendben sírod felé. Szívemben mégis hallom szavad. Jöjj, anyám! Jöjj, hív fiad! Együtt voltunk a szenvedés útján, a halál kapujában a remény várt ránk. Kinyílt már a megváltás virága, illata örökké száll a menny felé. Megváltott lett az ember, az élet él. Fájdalmas édesanyám, hozzád érkeztünk. E drága szép templomban szívből köszöntünk. Az égnek és a földnek szép királynéja,
kinek fején tündöklik a szép korona. Öröm tölti el szíved, mikor szeretünk. Örömmel jöttünk hozzád, tégedet kérünk. Boldog asszonyunk édes, veled örvendünk. Add, hogy e szent búcsúban kegyelmet nyerjünk. Betegeink gyógyítsad, fájdalmas anya, mert nagy betegség sújtja a világot ma. Egészségünket kérünk, ó, adjad vissza, mert te vagy a betegek hű gyógyítója. Nyerj a haldoklóknak is boldog kimulást, a tűzben szenvedőknek kiszabadulást. És végóránkon legyél, majd mi mellettünk, hogy szent fiadnak jobbján veled örvendjünk. És végóránkon legyél, majd mi mellettünk, hogy szent fiadnak jobbján veled örvendjünk. Szeretlek, szép Szűz Mária, Isten legszebb leánya, kiben a menny és föld ura örök kedvét találja. Mert mint a hó fehér galam, jövél e bűnös földre. Szeretlek, szívem gyöngye, szeretlek, szép Szűz Mária, Jézusom szent szülője, illatva mely beoltatott, üdvünk arany veszője. Szívedből lett a drága vér, mely eltörölte vétkem. Szeretlek, én reményem. Szeretlek, szép Szűz Mária, te szent lélek arája, kinek fején tündöklik a szűzesség koronája. Csodálatos erényedért egész világ magasztal. Szeretlek, tiszta angyal, szeretlek, szép Szűz Mária, lelkünk védelmes vára. Imáidért esekelnek a gazdag és az árva. Szent fiat kérd, mindjájunkért,
Nyerj áldást nemzetünkre! Ó, szűzanyám, szeretlek! Szent fiat kérd, mindnyájunkért! Nyerj áldást nemzetünkre! Ó, szűzanyám, szeretlek! Halmozzuk el, drága anyánk, kezedet, fogadj minket szűz kebledre, tárd ki anyánk szívedet, az a nép, mely oly régóta szeretettel nézre állt, az a nép kér, az könyörög, hallgass meg a ő imád. Csapásokkal sújt az Isten, szenvedésünk rettentő, jajgatnak a kicsi árvák, feléd néznek epedőn. Elpusztulunk, fogyunk, veszünk, búvaj bánat szakad ránk. Elmerülünk, hogyha nem jössz, segéljünkre, jó anyám! Az a nép, mely úgy hív téged, nagyasszonyunk, pátronánk, le van sújtva, nem büszke már, édesanyja csókra vár. Engedd őket leborulni, megpihenni szíveden. Engedd élni, boldogulni, sorsüldözte népeden. Tud jó lenni, imádkozni, sírni is tud már a nép, megtanít a húzgóságra a sok csapás, szenvedés. Engedd, hogy a lefolyt könnyek igaz gyöngyé váljanak, igaz gyöngyé átváltozva, mind-mind téged áldjanak. Megígérjük, megfogadjuk, többé, hogy el nem hagyunk. Síró szóval esünk térdre, hallgass könyörgő szavunk. Szeress újra, édesanyánk, szeress újra bennünket, szeresd ezt a mindenkitől elhagyatott népedet. Nemzetünknek magas pártfogója, hű magyarjait köszöntnek, hogy karolják.
karod megóvja. Királynő választottak, mennyek királynője, nagy hatalmad, szerelmeddel, légy tovább is őre. Nagyasszonya nemzetünknek, oltalmazd a népet, melyet István felajánlott pártfogásra néked. Légy az újabb ezred évben nemzetünknek anyja, hogy kegyelme szent fiadnak bűnünk meghaladja. Akkor lesz majd a magyarnak igaz boldogsága. Ha te veled örvendezhet, menjed sugarába. A te trónod lépcsőjéhez szeretettel állhat, s fiad üdve minden lelket dicsőülten állhat. Szeretettel köszönöm a templomot. Ne hagyjátok el soha a templomot. Akármennyi fájdalom ér, a templomban mindig vigaszt találunk. Engem nagyon-nagyon sok fájdalom ért, de ez a mai nap, és rajtam kívül még nagyon sok mindenki mást ér a fájdalom. A fájdalom a szűzanyát is, meg onnantól fogva az édesanyákat, akiknek külön meghívókat küldtünk, megözvegyült édesanyáknak, akiknek a férjeiket mi szalkaiak együtt temettünk el fájdalmas szűzanya ünnepéhez, mindannyiukat meghívtuk. Nagyon szépen köszönöm polgármester asszonynak, hogy ebbe a szalkai hivatal polgármester asszonnyal segítségünkre voltak, mindannyian meghívást kaptak. Nagyon szépen köszönöm a csoportoknak, akik eljöttek, és a jó Istennek, hogy a hideg szél fúj, szegények meg vannak fázva is már, de elvégezték a munkájukat. Mindannyiuknak nagyon-nagyon szépen köszönöm. Iskolánk igazgatójának olyat köszönök meg, amit csak az édesanyámtól kaptam. Az a hit, ami 16. éve arra késztet engem, hogy fájdalmas szűzanya ünnepéhez a környékben lévő csoportokat meghívóval megtiszteljem, és ők megtisztelnek azzal, hogy eljönnek fájdalmas szűzanyához énekelni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindannyiuknak, az Esperes úrnak is, az énekkarral együtt, hogy ennyire szépé, meghitté tették a szentmisét,
Azért mondom, hogy a templomot. A templomot, ahogy ültem a padba, hallgattam a szentbeszédet, csak a templomot. Akármiért minket soha ne hagyjuk el. És kérem a csoportokat, hogy ha megérjük a jövőt, újra küldöm a meghívót. Legyenek velünk, legyünk együtt. Nagyon szépen köszönöm mindannyiuknak, mindenkinek. Köszönöm Albert Mariskának, Környi Ilonkának, akik engem ebbe az ünnepségbe, ennek az ünnepségnek a felkészülésébe mindig velem voltak, péntek, szombat, vasárnap. Albert Mariska most is itt van. Már ők is a fájdalmas szűzanyával vannak. Együtt, mert a férjeik már nem élnek. És már nem tudnak nekem segíteni, de vannak otthon fiatalok, iskolából, akik kilencedikesek kimaradtak kilencedikből. A jövő, segítsünk, legyenek velem a csoportok, igazgatóasszony, polgármesterasszony, hogy a jövőt úgy tudjuk nevelni, hogy tudják az együttlétet, együtt imádkozni, vagy a kulturális ünnepeken együtt szórakozni, így meg együtt imádkozni a falunk vezetőségét, a lelkiatyánkat, hogy ha így együtt vagyunk, példát mutatunk, akkor a jövőt is úgy tudjuk nevelni, úgy tudjuk vezetni, hogy ők is tisztelni tudják egymást, egymást segíteni tudják, egymásért imádkozni tudjanak. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Jó Istennek, hogy megvédett minket. Most már hűvös van, az eső nem esik, de most már hűvös van. Sajnáltam, akik levett, szépen felöltözve, kabátjukat letéve szerepeltek. Mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Halló magyar, halló ferej, halló magyar, hallasz ferej, bár erre visz a sors, hív az ősi föld, zászlója még ma is, piros, fehér, zöld. Halló magyar, Kárpát felej, halló magyar, Erdély felej, már merre visz a sors, hív az ősi föld, zászlója még ma is, piros, fehér, zöld. Hazúg a szél a hargitán, neked üzen harangszaván, bár merre vitt a sors, hív az ősi föld. Szívünkben megmaradsz, piros, fehér, zöld. A Kárpátok havas hegyén könnyezve sír a tűlevél, bár merre vitt a sors, vár az ősi föld. Szívünkben megmaradsz, piros, fehér, zöld. Hallod magyar, és még felejt.
s fehér zöld. Halló, magyar, vagy még felej, halló, magyar, tisza felej, bal sors kit régen tép, hol a magyar föld, keresztre feszítik, piros fehér zöld. Ne sír magyar, csak énekelj, talpra magyar, hívnak felej, itt élned, halnod kell, hol a sír takar, próbáld már azt végre, hogy egyet akarj. Halló ország, népem felej, halló magyar, élek felej, bármi is lesz a sors, reménylik a zöld, még ha vérettől is piroslik a föld. Isten hazánkért térdelünk elődve, ród bűneinket jóságoddal földbe, szent magyaroknak tiszta lelkét nézze, érdemét idézze, István királynak szíve gazdagságát, Szent Imre herceg kemény tisztaságát, László királynak vitéz lovagságát, ó, ha csak ezt látnád, szeretet árad, Margit imái vezekelve szállnak, minket hiába, Uram, ne sírasson, áldott boldog asszony, minket hiába, Uram, ne sírasson, áldott boldog asszony.